Köszönöm a meghívást, és köszöntöm mindazokat, akik ezt a pár képsort fogják tekintettel kísérni. Március 30-án kaptam meghívást Prágába egy nemzetközi összejövetelre, ahol egy megvilágosodott hölgy, a neve Ernestina Velechovská, prágai lakos, felhívást küldött az összes cseh, morva és szlovák nyelvű ébredező és felébredt lelkitársainak, spirituális iskoláknak, egyetemeknek, irányvonalaknak, lelkiekben azon fáradozó embereknek, akik a békét és a biztonságot szándékozzák teremteni földünkön. Körülbelül 180 egyén jött össze, mindenféle irányzattal, irányvonalakkal, abból a célból, hogy május 25-e és 26-án 25 órát csendben legyenek. A csend az az állapot, amikor kikapcsoljuk a gondolatot a fejünkből, és megnyílik a lélek kapuja. Megkérdeztük, hogy miért pont 25 órát. Elmagyarázta a hölgy, hogy 24 órás ciklusa van minden embernek. Minden órában más belső szervünk dolgozik, és amikor csenddel, teljes energiába tudjuk tartani a belső szervünket, a 25. órába, mint egy gejzír, föltör egy hatalmas mennyiségű energia. Ezt saját magunk, családunk, a közösség, amiben élünk, a város, az ország, Európai Unió és az egész földgolyó kollektív tudatába fogjuk beleengedni. 25-én déli 12-kor leülnek azok az emberek a földünk minden táján, akik a békét és a biztonságot teremtik, és 26-án délbe, délig egyetlen szót nem szólnak. Nem hallgatnak zenét, hanem csendben, önmagukban gyakorolnak a félelmek és haragok elengedését. Amikor nincs gondolat, nincs érzés, van béke és biztonság. Arra kérek minden olyan személyt, csoportot, társulást, vallási közösséget, hogy 26-án 12 órától 13 óráig azt a hatalmas nagy gejzírt, ami föltör az emberekből, helyezzük gondolatilag egy közös energiamezőben, és ezt a kollektív tudat emelésében tegyük meg. Még időben van. Köszönöm a figyelmüket.